Helyezkednek a fotózáshoz a Fidesz-KDNP bátaszéki képviselőjelöltjei. Olyan ismert arcok vannak köztük, mint Bognár Jenő, a település korábbi polgármestere, Kovács Klára háziorvos, Szabó Ákos állatorvos, vagy éppen a Város Polgárőr Egyesületének korábbi vezetője, Farkas András. Mindannyian lokálpatrióták és bátaszék fejlesztését tűzték ki célul, így van ezzel Zsikó Zoltán is, aki szintén a párt képviselőjelöltje. Kulturális ember lévén mindenképpen azt gondolom, hogy a következő években el kell kezdjünk gondolkodni egy megújult 21. századi modern közösségi térben, egy új kultúrházban. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb fejlesztés az én szempontomból, vagy az én szemszögemből, az mindenképpen adott esetben ez. De én úgy gondolom, hogy egy 21. századi modern multifunkciós piactér, esetleg egy buszpályaudvar. Az eseményen Horváth István, a választókerületi elnök úgy fogalmazott, bátaszéken érződik, hogy az ott élők változást szeretnének a település vezetésében. Erre kínál lehetőséget a 2 hónap múlva esedékes választás. A párt Tölgyesi Márkot, az Agrárminisztérium jelenlegi jogászát jelöli polgármesternek bátaszéken. A 38 éves szakember korábban több település aljegyzőjeként dolgozott. Azt mondja, fontos számára a közösség építése és szülővárosának felvirágoztatása. Egyik kiemelt célja új munkahelyeket teremteni. Azért indulok a választásokon, mert Bátaszék nekem nem csak egy település a számomra, hanem a szülővárosom, és az otthonom is, amiért úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy mindent megtegyünk a megfelelő jövőjéért. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon a 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén október 13-án lehet leadni a szavazatokat.